Újra az érdeklődés középpontjába került Zahár Gábor korábbi meglepő kijelentése. Korábbi volt, mert hogy nem most nyilatkozta. A toxikológus szerint a méregtelenítő kúrák többsége egyszerű átverés. Mire alapoz ezt az állítását? Őt magát kérdezzük róla. Jó reggelt! Szép jó reggelt! Hát részben találkozom nem kevés olyan beteggel, aki mondjuk átment egy ilyen méregtelenítő kúrán, és mondjuk kiszáradva, kerülve például kórházba, mert ugye hát az egyik kiindulás ezeknek az idézelbe tett méregtelenítéseknek, ez egy tök jó szó, és hogyha mondjuk lenne hajam, ettől a szótól kihullana. Ez de egészen biztos. De méregtelenítő, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok folyadékot kell fogyasztani. De mit kell méregteleníteni? Szóval mi az, ami bennünk van méreg, most egy politikai hát, mérgen kívül? Néha kell egy mi? Kicsit segíteni, nem, tehát, hogy meg tehermentesíteni. De hogy? Leveszem róla a súlyt? Nem tudom, én ezt olvasom, ezért, ezt hallottam. Na hát ez az. Hát, mert annyit megeszünk, hogy megiszunk, hogy az a bizonyos méreg. Ezzel hűítik a népeket. Igen? Szóval micsodát, én itt vagyok 57 évesen, dohányzom, sokat dolgozom. Te pipázol. Persze, 42 éve. Jó, alkoholt nem fogyasztok. De tök jól érzem magam ebbe a világba. Az ember odafigyel magra, de az, hogy én most egy hónapig mondjuk kelátképző gyógyszert szedjek, mert túl sok bennem a nehéz fém. Az, hogy milyen gyógyszer? Kelátképző, amit ilyen higany, meg ólomérgezéseknél mi szoktunk adni a betegeknek, ha valójában van. És ez a legújabb amerikai őrület, hogy évente egy hónapig kelátképző gyógyszert kell szedni, hogy a szervezetünkbe fölgyűlő nehéz fémeket az kivigye. Halál. De én annyira hiszek az ilyen történetekben. De nem is, hogy hiszel, hanem hogy jobban érzed magad, nem? Hát most mondtad, hogy te is csináltál ilyet. Én is csináltam ilyet, és jobban vagyok tőle. Akkor ez most a saját magamat is becsapom? Persze. Volt ez az ilyen lavor, két elektróda, só, néni beletette a lábát, és akkor bekapcsolták a rendszert, és akkor elkezdett sötétedni a víz. És akkor mondták a néninek, ugye jobban érzem magad. Tényleg. Fú, sokkal könnyebb, jaj, de most jönnek ki a mérgek a lábán, de testében kivezetődik. Az mondjuk tényleg placebo, akkor, de hát ez is az, amikor egyszer mondjuk 2-3 napig csak kellemes, finom folyadékokat iszunk, és utána egyszer jobban és könnyebb vagy. És majd megőrülsz, olyan éhes leszel, mert hát, hogy normálisan miért nem lehet emellé tőlemben táplálkozni. De persze azt gondolom, hogy ha a méregtelenítés alatt tényleg az ember azt értené, és ez egy nagyon rossz szó, rosszul van megfogalmazva, mert mi akkor méregtelenítünk, ha mondjuk van egy beteg, aki megitta a fagyálót, akkor az egy na jó, toxikológiai méreg. Az a klasszikus méregtelenítési eljárás. És nem az, amikor én ott a belvárosban egyik kedvenc lemezboltom mellett van egy magánorvosi rendelő, ekkora betűkkel ki van írva, hogy méregtelenítés. Halál. Szóval nem léteznek ezek a dolgok. Például ugye ez a el vagyunk savasodva. Most akkor azt kimondott te, hogy ez kamu, ez az egész kamu? Én azt gondolom, hogy nagyon attól, hogy egészségesen élünk, hogy normálisan találkozunk, mozgunk, odafigyelünk magunkra. Ez fontos dolog, de az, hogy most akkor fogok egy hónapos méregtelenítő kúrát, és akkor először is jól megfoshatom magam, akkor ez, hogy kitisztítsam magamból ezeket a dolgokat, hihetetlen veszélyes. Vízhajtózom, fogyókúra első lépéseként, persze, kibrunyálok magamból, hát 2 liter folyadékot, ráállok a mérlegre, tényleg 2 kilóval könnyebb leszek, na de hát amellett meg ilyen kókatag leszek, mert tiszta gyenge leszek, mert csomó folyadékot elveszítettem magamból. Szedem ezeket a kelátképző, nehézfém kivívő gyógyszereket, ami kiviszi tulajdonképpen a szervezetünkbe fontos nyomelemeket is, mert ez vak. Ezt akkor kell adni, hogyha tényleg sok bennünk a nehézfém, mert ólommal dolgozunk, mert higanymérgezettek vagyunk, és így tovább, és így tovább. Ugye el vagyunk savasodva, nosza ígyunk 9-es pH fölötti vizeket, meg használjuk a Magic Mineralt, meg a kaukázusi csodagombát, de ez utóbbi legalább ártani nem használ, mert ennek se pozitív, se negatív hatása nincsen. Ami ezekben fontos lehet, a pszichés hatása ennek az egész történetnek, de ezeknek azt kell, hogy mondjam, hogy valódi, effektív hatása ezeknek a dolgoknak nincsen. Hihetetlen nagy üzlet. És én arra gondolok, és ha én mondjuk lennék olyan arctalan, és mondjuk azt mondanám, hogy Zahár Gábor méregtelenítő kúra, akkor gyakorlatilag Ferrarival járnék. Abból is olyan valami egy van. Na de én ezt nem. Soha ilyen baromsághoz nem adhatjuk. Akkor várjál, mivel teszed egy picit rendbe a testedet? Mert azért néha érezzük, hogy úgy valahogy úgy egy kicsit úgy persze, nehezebb, megeszünk, úgy rosszabb. Persze, megeszünk egy jó nagy adag velős pacal, utána megiszik az ember rá egy jó fröccsöt, és akkor már úgy jobban érzi magát tőle. De ez egy világított, és akkor kell világított bevenni. Semmi. Normálisan működik a bérrendszer, akkor lehet, hogy délután egy kicsit teltebb leszel, és mondjuk 2 ilyen nem kellemesen jó illatot fog szellenteni, meg böffenteni. Azért várj, egy
össze-vissza. Azért hozzáteszem, szóval... tehát azért a nagyapáink valami hasonló elvek mentén gondolkodtak, tehát azért nagyapámnak egy ilyet mondtam, hogy méregtelenítés, és azt mondta, hogy kicsi, elment az eszer. Kész, előkapja a kasszát, kiegyen, és így van. És ez a modern világunknak a hülyesége, unatkozó szépasszonyok mosatják a beleiket, mert úgy gondolják, hogy ettől sokkal... Unatkozó szépasszonyok mosatják a beleiket. Hát most kire nézek? Hát figyelj, most a kis beszélgetésünkkel nagyjából egy ilyen 4-500 vállalkozást döntöttünk be. Körülbelül. Szerintem. Körülbelül. És akkor, és ugye áll ezek a méregtelenítő... Nem rólad van szó. Tudj, hogy rólad, de hát általánosan... Szépen magára vette. Hány ilyen történettel találkozik az ember, és ezek félrevezetik az embereket. Azért, mert szeretnénk egészségesek lenni. Így van. És ugye nagyon sok mindennel károsítjuk a saját szervezetünket. De Zsuzsi, itt van Magyarország, ahol a lakosság 40%-a el van hízva, akik ülnek a világító doboz előtt, tolják az abbát, így ülnek, merednek, van 8000 alkoholisták, miért nem inkább ezen lehetne változtatni? Egy kicsit ilyen egészségtudatos életetük, és tök jó, amikor tegnap is kimentem a szigetre futni, hogy előttem is olyan figurák futottak, akik így szépen így döcögött a saját húsával, mert belemert nézni abba a fránya tükörbe, és rájött arra, hogy ezt így csinálja tovább, akkor nagyon szétcseszi az életét, és inkább összetart. Én nem posztolok semmit. Igen, de miért nem? Mert nem vagyok rajta ezekkel, mert nincs annyi időm. Ugye ezzel foglalkozok. Hogy futsz, és tök jó, és tök jó, hogy ezeket el lehet mondani. De tök jó, mert ezt most nagyon remélem, hogy elegen megnézték. Gábor, köszönjük szépen. De tök jó volt. Megnéztem. Köszönjük. Az ország legnézettebb reggeli műsorában voltál. Ennyi. De még egyszer. Köszönjük.